háborúban elesett hősökre emlékeztek május 30-án este a Jézus Szíve templom melletti világháborús emlékműnél. Az eseményen dr. Fekete Zoltán polgármester mondott beszédet, kiemelve őseink nagyságát, akik életüket áldozták a hazáért, a magyarságért. A magyar hősök emlékének megörökítése az utókornak olyan kötelesség, amely önbecsülésünk, nemzeti azonosságtudatunk megtartásának alapvető feltétele. Erkölcsi kötelesség, hogy a magyar hősök emlékünnepén méltó ünneplés keretében róljuk le hálánkat a nemzet hősei előtt. Szükségünk van arra, hogy megismerjük és elismerjük eleink hősies, áldozatos a nemzetet, a hazát szerető, azt az életük árán is megvédő cselekedeteit. Helyén való, hogy időről időre felelevenítjük emléküket, hogy emlékhelyek hirdetik hősiességüket, hűségüket és áldozatvállalásukat. A hősi példamutatás életünk részévé kell váljon, mindannyiunk gyakorlatává, egész gondolkodásunk meghatározó elemévé. Kik is voltak a hősök, illetve kik a hősök? Akik a csatatereken vesztették életüket, hősök voltak. De vajon csak róluk kell megemlékeznünk? Azok, akik nem haltak meg, a katonák, akik túlélték a háborút, a végsőkig küzdők, akik a hadifogság gyötrelmét végig szenvedték, az apák és anyák, akik a háború alatt és utána is sokszor maguktól vonták meg az utolsó falatot, hogy gyermeküknek legyen mit enni. Akik a kommunizmus alatt vállalták hitüket, a kevesebb keresetet, alacsonyabb beosztást, csak hogy becsületes, őszinte magyarrá neveljék gyermeküket. Ők is mind hősök voltak. Nem azért, mert meghaltak, hanem mert éltek a hazáért, és életükkel adtak példát nekünk. Ma rájuk is emlékeznünk kell, mert a mai napon a hősökre emlékezünk, nem csak a hősi halottakra. Ezt követően dr. Berkes László pápai prelátus és Gordos Attila református lelkész osztotta meg gondolatait, valamint imádkoztak az elhunyt hősökért. Ezután Mezőkövesd város önkormányzata, a Fidesz mezőkövesdi szervezete és a mezőkövesdi polgári kör koszorút helyezett el az emlékműnél, majd minden résztvevő gyertyát gyújtva rótta le tiszteletét a háborúkban elesett őseink előtt. Az eseményen közreműködött a Jézus Szíve templom vegyes kórusa és a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület.